előadásból immár ez a nyolcadik. Gördítsuk csak tovább eredeti témánkat, a titkos diplomácia és az ugyancsak titkos hírszerzés a nagy világégést követően. Kezdjük azzal, hogy számos kutató számára evidens, hogy 1946. augusztusában a két nagy atomrobbantás, Hiroshima és Nagasaki fölött, ez nem csak az Egyesült Államok legnagyobb akkori ellenségének, Japánnak szólt, amely kőkeményen ellenállt, és attól tartott a hivatalos Washington, hogy még egy évig tud harcolni, és még el fog esni több százezer amerikai katona és tiszt, de még ha módjával, még hogyha viszonylag óvatosan, ezt a bombát a Szovjetunióval szemben vetik be, megállt parancsolni Sztálin birodalmának Európában és máshogy. Ebben nagyon sok az igazság. Erre az előadásra készülve én megnéztem a korabeli két vezető szovjet napilapot, a Pravdát és az Izvesztiát. Mindkét lapban van egy tudósítás, de nagyon rövid, és egy kicsit olyan rezervált, nem lelkes. És ez érthető, mert a Kreml urai szabályosan megszabják a lelkesedés mértékét, és a Szovjetunió vezetői Sztálinnal az élén tisztában voltak, hoho, ez már nagy veszélyt jelent a számukra. Sztálin egyébként 1945 elején tisztában volt, hogy hamarosan elkészül az amerikai atombomba, ugyanis már korábban Kim Philby és az előző előadásainkban említett más szovjet mesterkémek tudósítják Moszkvát az amerikai és a közös angol-kanadai atombomba projektumokról. És akkor Sztálin azzal is foglalkozik már, ez rendkívül mód idegesíti őt, hogy ez az atomveszély, az atombomba bevetése, a távolsági bombászok jelenléte az amerikai hadseregben, ez bizonyos mértékig, de megállt parancsol majd neki, mert Sztálinnak óriási tervei voltak, ami a terjeszkedést illeti, a II. Világháború Európában történő befejezését követően. A szovjet hatalmas háborús győzelemnek óriási volt az ára, halottak, sebesültek és felperzselt ország. A II. Világháború 4 éves küzdelme alatt győztesen kikerülő Szovjetunió gazdaságilag padlóra került. A szovjet életszínvonal az 1940-es évek közepén olyan volt, amilyen egy a világháborút átélt, a felperzselt föld taktikáját megszenvedő ország életszínvonala lehet. Ráadásul a győztes nagyhatalom még béke időkben sem törekedett egy piac alapú társadalom létrejöttére és egy fogyasztási társadalom létrehozására. Mindenről néhány ember, sokszor egy informális társaság, az ötök, a hatók, a hetek, majd a kilencek, majd megint az ötök a Kremlben, vagy Sztálin Dáridóin a nyaralóban döntöttek. Higgyék el, kollektív döntésnek amúgy nem volt helye a Szovjetunióban. Na most mindezzel irdatlan mennyiségű szakirodalom foglalkozik, itt is van a hátam mögött jó pár könyv, ugyanakkor valljuk be, nagyon sok a publikálatlan forrás a Kreml urainak titkos döntéseiről. Ezeket a forrásokat előbb-utóbb azért napvilágra érdemes hozni, nagyon lassan csúran és cseppen az információ. Ráadásul még egy fontos tény, amit általában a történészek ritkábban említik. Részint a Szovjetunióban, és nem csak a sztálini időkben, már korábban is, és későbben is érvényesült az úgynevezett telefonjog. Egy csomó döntés titokban született, egy csomó fontos döntésről nem készült jegyzőkönyv. Na most a háborús zsákmány érkezéséről számos összegzés készült,
ezek publikusak, és ugyanakkor mi történt a háborús zsákmánnyal, hát erről nagyon sokszor nem is szól a fáma. Holott életfontosságú tudni részletesen, hogy mi történt a stratégiai fontosságú és általában az elhódszolt javakkal. Milyen sorrendben, milyen ütemben szállítják el ezeket a javakat. Németország keleti zónájából, a Szovjetunió által megszállt kelet-német tartományokból és Németország szatellit államaiból. Na most a kelet-német termelési kapacitás közel egy harmadát leszerelik és elviszik. Sztálinnak volt egy terve, ez nem sikerült neki egyébként, majdnem sikerült, de Churchillnek és Trumannak végül is sikerült ezt utolsó pillanatban megakadályozni a májusi győzelem utáni hetekben, hogy a Ruhr-vidékről is szülessen egy döntés, hogy onnan is a Szovjetunió elvigye a legfontosabb hadigyárok, nehéz ipari üzemek berendezésének a közel 20-25%-át. A munkanélküliség nem jellemezte a szovjet társadalmat. Óriási munkaerőhiány keletkezett, 27 millió ember pusztult el, eltűnt összesen, vagy nyugatra távozott. A gulágba kerülnek a hadifoglyok, újabb fajta koncentrációs táborok. Ezek a hadifoglyi táborok egy külön gulágszerű rendszert alkotnak, az úgynevezett Gupfik. Német mérnököket szállítják ki. Erről egy külön adásunk volt a Gemkapocs és az Oszó Áviahim történetéről. Ez nagyon fontos dolog volt, hogy az atomiparban és a rakéta, a szovjet rakétaipar megteremtésében milyen nagy szerepet játszottak a németek. Az 1945 és 50 közötti időszakban a ipari beruházások több mint 80%-a változatlanul a nehézipart, vagyis mondjuk ki, a hadipart szolgálta. A bányászatnál is a hadipar számára fontos fémek, színes fémek, vasércek és a szénbányászat és az olajbányászat terén is a stratégiai fontosságú árok hát kibányászását a föld méhéből preferálták. Ezt a munkát a szovjet gulág lakók és részint a hadifoglyot végezték. A könnyűipar, az úgynevezett B-szektor teljesen el volt hanyagolva. Haláltáborok is léteztek már, számukat viseltek a szovjet foglyok, kb. 200 ezer ember, többnyire politikai foglyok voltak ezek. De ugyanakkor 2-2,5 millió ember mindig dolgozott a gulágon, és ha valaki kiszabadult, jött a következő transport. Ugyanakkor 1946-ban óriási éhínség sújtotta a Szovjetuniót. Ez egy nagyon rossz terméssel együtt járó esztendő volt, de már az előző év sem volt szerencsés ilyen szempontból, de a szovjet külkereskedelem Sztálin utasítására és a külkereskedelem irányítója Mikoján, ravasz örmény, de rendkívül okos politikus, gazdaságpolitikus tiltakozása ellenére szállított rengeteg gabonát, az össz gabona volumen 10-15%-át egyszerűen úgy elkótyavetyélték, teljesen feleslegesen elszállítják Indiába, elszállítják Csehszlovákiába, elszállítják Franciaországba, új szövetségeseket toboroznak, és főleg olyan országokat segítik, ahol éppen parlamenti választások vannak, főleg persze nyugaton. Na most a szovjet belügy, a szovjet politikai rendőrség és a szovjet hírszerzés mindenről részletesen tudósítja Sztálint, Molotovot, Zsdánovot, Bériát, a szovjet főrendőrt, mi is történik az országban. Nem igaz, hogy ők nem voltak tisztában, milyen anomáliákkal találja magát szembe a szovjet rendszer. Hát csak néhány példa, tessék nézni ezekben az iratokban, mi minden van erről, hogy hamis pénz tömegében keringett az országban. Ezért is kellett később bevezetni egy pénzreformot, nem csak azért, mert elértéktelenedett a rubel. Általános gyakorlatta vált a rablás az országban. A külföldön állomásozó kiskatonák, sőt tisztek is, olykor még ezredesek
majd hogy főtisztek, ezek egyszerűen elmenekültek a két nagy, négy osztatú városból, városon keresztül, Berlinen és Bécsen keresztül. És a, még egy veszélyre a Kreml uraira nézve általában nem szoktunk hivatkozni. A hadsereg már nem volt kellően intakt. A hatalmas létszámú hadsereget ezért is részint kellett leszerelni a Sztálinnak. Nem csak nyugat nyomására, és nem csak azért, mert a hátországban egyszerűen hiányzott a munkaerő. Sztálin elkövetett egyébként egy hibát, korabeli nyugati adoma, hogy megmutatta Európát Ivánnak. Itt Magyarországon állomásoztak szovjet kiskatonák, de még tisztek is, akik teljesen félreértették a helyzetet. Ilyen leveleket írtak odahaza, meg aztán el is mesélték ezt odahaza. Magyarország? Hát ez egy dúsgazdag ország, itt minden második paraszt földbirtokos. Itt nem szalma fedelő, zsúb fedelő, háztetők vannak. Itt még akár egy hektár földje is van egy parasztnak, egyébként nagyon sokszor több is volt. Nagyon gazdag az állatállomány. Meg voltak döbbenve azok az emberek, akik a kolhoz rendszerben lepusztított szovjet falu nyomán, hát sok mindent láttak, ami nem jó, ami nem segítette a mezőgazdaságot. És amikor ez a hatalmas leszerelt katona részint tiszti tömeg hazatért, négy év alatt elszoktak a munkától, ami érthető is, megkopott a tudásuk. Égbérért nem voltak hajlandó visszamenni sokszor a gyárakba, kolhozokba pláne, mert a, ott bizonyos faluhelyen bizonyos röghögszkötés kísérte végig a férfiak, főleg de a nők életét is. Nem volt lehetőségük távozni a faluból, csak úgy lehetett távozni, hogy van egy belső útlevelük a paszport. És aki nem rendelkezik ezzel a paszporttal, az nem mehet el, és senkinek nem volt oda-haza birtokában ez a bizonyos belső útlevél. Általában vagy a helyi tanács, a szovjet elnök, vagy pedig a kolhoz elnöke páncélszekrényben bezárva tartotta ezeket az útleveleket. Csak úgy lehetett egy férfinek például elmenekülni a faluból, ha bevonult katonának, vagy pedig ha elment tanulni nagyvárosokba. A nőkkel is nagyjából ez volt a helyzet. A leszerelt katonáknak tehát semmi kedvük nem volt dolgozni, nagyon sokan jelentkeztek vagyonőrnek, nagyon sokan jelentkeztek gulágőröknek. Minden szaktudás nélkül, de minden szaktudás nélkül jelentkeztek egy csomóan, például alacsonyabb rangú tisztek, hogy ők betöltenek ilyen kisebb vezetői állást. Sokszor egy ügyész faluhelyen, járási székhelyen is nem rendelkezett jogi diplomával. Egy korabeli pesti vicc, rendkívül mulatságos, egy politikai tisztelt elég, a tisztítás is azt mondta a kiskatonáknak. A földkerekség egy harmada kommunista befolyás alatt áll, de még jobb is lesz elvtársak, nem sokára egy negyede, egy ötöde, egy hatoda, sőt, a dolgok szerencsés csillagzata miatt egy hetede is Moszkvához hű lesz. Ezt mesélte a pesti nép, persze óvatosan, mert egy idő után, mondjuk a fordulat éve után, a Rákosi uralom alatt egy-egy ilyen adomáért meg lehetett az embernek ütni a bokáját. Sztálin tisztában volt, hogy pár év alatt azonnal egy atombombát, vagy 100 atombombát, vagy 50 atombombát a szovjet ipar és a szovjet tudományos elit, az atomfizikusokat képtelenek előállítani, még ha a szovjet hírszerzés mindent megszerez az Egyesült Államokban és Angliában, hogy hát a különböző hát találmányok, ottani találmányok segítségével belekezdenek és belehúznak. Sztálinnak ugyanakkor volt egy ilyen fegyverterve, hogy a szovjetek elkészítik a saját távolsági bombázójukat. Ennek jegyében fogadja Tupolevet, a leghíresebb szovjet repülőgép konstruktőrt, akitől Sztálin tartott. Neki az volt a véleménye, ez egy áruló. Tupolev megjárta a nagy terror idején a börtönöket. Sztálin még azt is elhitte, és amikor fogadta Tupolevet, akkor is szentült hitte, hogy Tupolev elküldte nyugatra, német kémek útján azokat a
repülőgép terveket, melyek a híres Messerschmitt gyár által megvalósultak a Messerschmitt gépek formájában. Mégis fogadja Tupolevet, és utasításba adja minél előbb, lehetőleg 1947-re készüljön el ez a csoda bombázó, a távolsági bombázó. Addigra már a második világháború végén, főleg amikor az amerikaiak intenzíven bombázták Japánt, összesen öt, azaz öt gép landolt Mandzsúriába vagy Szibériába, és ezeket a gépeket a szovjetek megszerezték. Volt olyan, hogy csak gépruncs formában, három meg tökéletes gép is a szovjeteké lett, ezt nagyon nagy késéssel adják vissza, tökéletesen lemásolják, sőt két gép nem is került vissza az amerikaiakról, és szó szerint lemásolják a, nem csak az fontosabb alkatrészeket, de minden ugyanolyan formába fölkerül az új gépre, a Tu-4-es gépre, és Tupolev őrjönk, mert neki sokkal könnyebb lenne kiindulni ezekből az amerikai B-bombázókból, de egy saját gépet megalkotni, még egy kis dobozkának a helye is ott volt a gépen, és ezt is le kellett másolni egy űrt. Például volt egy kis luk az egyik szárnyon, a gép egyik szárnyán, és azt is le kellett másolni, senki nem is értette, hogy mi ez. Valószínűleg tévedésből, hanyag munka nyomán volt egy kis luk, és azt is szó szerint le kellett másolni. Tupolev elkészíti ezt a gépet, ez a gép valamivel jobb, mint a klasszikus B-bombázók, de a motorja az nem egy lökhajtásos motor, tehát ebben képtelen volt megelőzni az amerikaiakat. Tupolev nagyon nagy előrehaladás volt ez a Tupolev-féle gép a szovjetek számára, de nem olyan nagy előrehaladás, hogy ellensúlyozza a B-gépek és a távolsági amerikai bombázók, pláne az amerikai lökhajtásos repülőflóta előnyét a csupán a koreai háború idején éri be a Szovjetunió ilyen téren az Egyesült Államokat. Ez a Tupolev-féle gép a B-29-es amerikai gépeknek egy ilyen minimálisan átalakított változata volt, jó szerint a hasonlása. Lépjünk ismét tovább a két pólusú világ kezdeteit sorolva. A politikai és katonai realitás átvitele a propagandán keresztül érintette, nagyon is érintette már a közép és alsó vezetőket is az 1940-es években. Majd lefelé ők foglalkoztak az ideológiai agymosással. De egyébként legyünk igazságosak, nem csak a Szovjetunióban. Ez nem volt kizárólag szovjet sajátosság. Ugyanaz, mint Amerikában, a szovjet fenyegetés súlykolása a jó népnek. De ettől még a kockázatok reálisak voltak, sőt a tömeg pszichózis gerjesztésével kölcsönösen csak fokozódtak. Az agymosás pedig tudva levőleg, mint egy erősíti, indokolja és bebetonozza a mindenkori uralkodó elit hatalmát és egyúttal igazolja is. Álljunk meg most egy pillanatra, ezt a könyvet az ag és teljesen vak Lázár Kaganovics ajándékozta nekem Moszkvába a rendszerváltás idején. Halála előtt nem sokkal jártam nála, de már korábban is. Lánya révén, aki építész volt és ismerőseim ismerőse, teljesen prózai módon bejutottam Kaganovicshoz. Sztálin egykori jobbkeze silány körülmények között élt, magányosan, csak úgy tudott közlekedni a lakásba, hogy a lakás ilyen négy szögökre volt felosztva, mindenhol zsinegek lógtak, mindenütt székek álltak, és ő vakon kapaszkodva ezekbe a székekbe, a zsinegekbe közlekedett. De a memóriája még nagyon jó volt, és oda ajándékozta nekem Smithnek ezt a könyvét, melynek címe Atomenergia katonai célok érdekében. Ezt a könyvet 1946-ban a közlekedéssel foglalkozó kis lokális kiadó adta ki,
kimondottan az elit számára. Miért pont ez a kiadó? Mert Kaganovics felügyelte ezt a kiadót, nagyon sokáig közlekedési népbiztos is volt, miután lemondott a nagy posztjáról, mert Sztálin helyettese is volt, és Kaganovics elmagyarázta nekem, hogy Sztálin nem is hitte, hogy volt ilyen Smith, azt mondta, hogy nyilván ez egy elterjedt angol név, ez egy álnév, tehát Sztálin magából indult ki, ő imádta az álneveket, ő imádta ezeket a titkokat, és ő is álnéven hívogatta a szatellit államok vezetőit, hol Ivanov néven, hol Druskov néven, hol pedig Filipov néven. Na most a könyvhöz egyébként Groves vezérőrnagy, az amerikai atomprojektum főszervezője, és később pedig Németországban nagy szerepet játszott az atom tudósok és a különböző rakéta tudósok begyűjtésében. Ez a Groves vezérőrnagy írt egy beköszöntőt, ő egyébként egy héja volt, és ő nagyon az elején azt mondta, hát ezt az atombombát minél előbb be kell vetni a szovjetek ellen, amíg ők nem hozzák létre az atombombát. Tehát volt egy ilyen zárt kiadvány, Sztálinnak ugyanis az volt a véleménye, hogy a szovjet vezetőknek meg kell érteni. A legnagyobb bajba kerültek, nem véletlenül ő például kikérdezte őket, miről szól ez a könyv, hogy kell reagálni az atomveszélyre, hogy kell nyilatkozni, és egyáltalán a szovjet lakosság tudja meg, hogy van ilyen veszély, de mi is nem sokára létrehozzuk a saját atombombánkat, és Molotovval ki is mondatta Sztálin, ő maga nem először, Molotovval ki is mondatta a 40-es évek második felében többször, az atombomba az nem lehet örökké atomtitok. A nyugat rögtön válaszolt erre a kijelentésre, majd nagyon korán, Londonban volt egy tanácskozás, és az angol, a kanada és az amerikai vezetők kimondják, kizárjuk a Szovjetuniót a leendő atomklubról. Sztálin egyébként attól tartott, hogy az Egyesült Államok fölénybe kerül, és az atom bomba előállítását sürgetve, sőt ahhoz ragaszkodva, hogy másolják le az amerikai atombomba tervrajzait, meg mindent, minden információt kövessék, mert egy hatalmas atomkém hálózat működött, főleg az Egyesült Államokban, a szovjet hálózat, de Angliában és Kanadában, de Sztálin létrehozott még egy külön bizottságot, amely a német rakétaipar a V2 továbbfejlesztésével foglalkozott, és még létrejön az úgynevezett uránium gulág. A Szovjetunióban egyébként nagyon kevés uránérc volt, nem is bányázták ki azt kellően, de nagyon jól jött a Szovjetuniónak, hogy Csehszlovákiában, Kelet-Németországban és később Magyarországon és Bulgáriában is vannak uránérc tartalékok. A szovjet uránium gulágra pedig a gulágrapokat stílszerűen küldik oda, és elején viszont, amikor még nem bírja a főrendőr, hanem Molotov vezette ezt az atomprogramot, akkor Molotovnak az volt a véleménye, hogy járt műszaki egyetemre a cári időkben, hogy hát geológus hallgatókat kell küldeni oda, le is küldték őket a föld mélyébe, mind elpusztultak, és akkor már a gulág szolgálta ki az uránbányákat. Na most Sztálinnak egy érdekes elképzelése volt. Egyrészt paranoiás ember is volt, félős volt, furcsa módon tartott a nyugatról, másrészt készült a harmadik világháborúra, és azt mondta, hogy a mi hagyományos hadseregünkkel, majd ha lesz atombombánk, és nem kell tartani a nyugat atomfölényétől, a mi hagyományos hadseregünkkel bőven legyőzzük a nyugatot, és az volt a rögeszméje, hogy a hagyományos küzdelem idején az amerikaiak nagyon rossz katonák, ő általában az Ardeneki, majdnem vesztes, 1944 végén 45 legelei csatákra hivatkozott, hogy ott majdnem vereséget szenvedtek az amerikaiak, az angolok és a kanadaiak. És amikor Sztálin egy térkép előtt állt, alvezérei kíséretében meg is jelölte mindig azokat a területeket, melyek alkalmasint a Szovjetuniónak úgymond szinte kötelező elhódítani a nyugattól, vagy
rájeszteni a nyugatra és megszállni. Mik ezek a területek? Törökország stratégiailag fontos teritoriumai, Ararát vidéke, tehát Kaukázus, és nem csak örmények és grúzok lakta török járások, és a Boszporusz vidék. Hát a Boszporusz Dardanellák, ez kulcs a földközi tengerhez. Az olajban gazdag észak-iráni és kurd területek, tehát Irán szerves részei, az majdnem sikerült a Szovjetuniónak 1945-ben és 46 legelején elcsatolni az Irántól. Azon kívül Görögországra is átsingozott Sztálin, nagyon fontos szerepet játszott stratégiailag Görögország a földközi tengeren, jól lehet 1944-ben cinikusan megígérte Churchillnek Sztálin Moszkvában, hogy más koncesziók fejébe felosztva egymás között a Balkán egy részét és Kelet-Európa részét nem szól bele a görög kérdésbe, hol nagyon erős volt a partizán mozgalom. Sztálin a földközi tenger ellenőrzését biztosító Líbiára is pályázott, akkor még nem volt arról szó, hogy Líbia milyen olajban gazdag, de hát ez egy olasz gyarmat volt korábban. Ezek a sztálini tervek, a költőt idézve, füstbe mentek. Füstbe mentek, vagy kútba estek, miután azért mindig fölmérte a végén az egyszerre irreális, hagymázós álmokat kergető szovjet diktátor, aki ugyanakkor egyben reálpolitikus is volt, és cinikusan átgondolta a dolgokat, az amerikai atombomba, az amerikai és az angol flotta, az amerikai távolsági bombázók ellenébe a Szovjetunió képtelen lesz most háborút viselni, fel kell erősíteni, meg kell izmosodni, és utána majd jöjjön a harmadik világháború. Ennek egyébként a konfrontációnak a ilyen 40-es évek közepén megindult újfajta konfrontációnak késői megnyilvánulása volt a koreai háború, erről még szól az egyik előadásunk részben, és ugyanakkor 48-49 a Berlin körüli, hát légi csatáknak nem mondható, de azért Berlin körüli szovjet légi blokád, amely során Sztálin ugyancsak vereséget szenvedett, az amerikaiak és az angolok képesek voltak, főleg az amerikaiak persze, ellátni élelmiszerrel körbevett Nyugat-Berlint. Valahogy egyforma síkon mozgott a két fajta háborús propaganda, amely viszonylag korán indult el, 1947-ben, 1948-ban már jócskán. A Szovjetunióban a régi érvek mellett jött egy ilyen szovjet hazafias elán, a szláv összefogás gondolatsora, de ugyanakkor szó szerint ilyenek is hangzanak el, és a Pravda címlapjára kerülnek, szabadítsuk fel világszerte proletár testvéreinket a kizsákmányolás alól. Ez az emberiség jövőre, és később pedig megindul a manifest mód hangsúlyozott békeharc jelszórendszere, amely tulajdonképpen nagyon kedvező volt a nyugati lakosság számára. Nem véletlen, erről is lesz szó még előadásaink során, az úgynevezett stockholmi békefelhívás. Ától Cetik Sztálin írta ezt a békés felhívást, miközben óriási pénzek, szinte éhezett a szovjet lakosság, de óriási pénzek mentek a hadiiparra, rakéták készültek, atombomba, és később pedig már hidrogénbomba készül még Sztálin életében. Hát a nyugati megjegyzések sem valami rózsásak, sem valami úri módon hangzottak el, amikor a Szovjetunió szóba került. Rendkívül durván nyilatkoztak a nyugati propagandisták, a puccsista, a kommunisták, el akarják pusztítani a demokráciák, a szabad versenyt, még a nők is köztulajdonba kerülnek, és így tovább, és utább. Tehát mintegy verseny indul a kétfajta propaganda között, ki mond nagyobbat. Amikor Sztálin fogadta Moszkvában Milovan Gyilászt a háború vége felé, Tito egyik
partizán alvezérét, akiből később Jugoszlávia szinte egyes számú ideológusa lett, és a szovjet ellenes kurzus ideológusa is ő volt 1948-at követően, másokkal együtt. Sztálin szó szerint elmondta Gyilasznak, hogy ez a háború, mondta neki Sztálin, eltér a múltbéli háborúktól, ha valaki területeket foglal el, ezekre a területekre rákényszeríti saját társadalmi rendszerét. Azt hiszem Sztálin azt úgy gondolta, hogy rákényszerítheti a saját társadalmi rendszerét. És így folytatta Sztálin, ahová a hadserege eljut, ott saját rendszerének szerez érvényt. Ez egy kicsit a vallásháborúknak a protestáns mondjuk megfogalmazása, vallásháború végének a protestáns megfogalmazása részint, cuius regio, eius religio, úgy lehet lefordítani, aki a terület, azért az ideológia, 20. századi fogalom, de természetesen ez nem igaz, a világtörténelem szinte összes háborúja nagy részt ilyen volt. A szovjet belpolitikai helyzet 1946 és 47 fordulóján, és az egész 47-es év lényegében a katasztrófával volt sokban egyenlő. Ám ebben az időszakban Nyugat-Európa sem állott túlzottan jól. Mozgóképekre, fotókra nézünk, és elképesztő látvány fogad minket. Lerombolt városok, feltúlt országrészek, felerészt elpusztult infrastruktúra és termelési kapacitás, kipusztult férfi generáció, mindenüvé, főleg nőket, gyerekeket és öregeket látunk, nagyon sok a sérült lelkű ember, és nagyon sok az invalidus. Népek vándorlása folyik, múlt filmünk egyikében bemutattuk már, hogy németek hogy áradnak mindenfelé, és hát ezek a németek most is megjelennek a képeken. Évek múltak el, míg Németországban valamennyire konszolidálódnak a dolgok. Folyik tehát a németek kényszer migrációja, és mindenüvé, nem csak Németországban, összeomló pénzügyi rendszer szembetűnő, jegyrendszer van, élelmiszer hiány. Összefoglalva tehát, békebeli körülmények jószerivel el is tűnnek a háború befejezését követően. Kaotikussá válik, és egyre nagyobb káosszal fenyeget a helyzet. Mindez összességében a társadalmi robbanás, esetleg forradalmak veszélye is előjön. És bármennyire furcsa ez, de a háborút követően ennek a súlyos helyzetképnek az igazi laboratóriuma nem egy vesztes ország, hanem a győztes Anglia. Az 1945 nyarán hatalomra került Attlee kormány úgy győzött, nagyon nagy fölénnyel, a churchilli politikával szembe, hogy egyszerre ígért gyors jólétet, és egyszerre megígérte, hogy fenntartja, megtartja a brit birodalmat. Hát ez abszolút nem ment. Ezt nem lehetett megvalósítani, talán az Attlee-féle vezetés is tisztában volt ezzel, és mégsem volt úgy tűnik tisztában. A brit hadsereg gyakorlatilag háborús körülmények között vívja meg a maga csatáit. És közben pedig a Szigetországon 6 millió angol, köztük a leszerelt brit katonák jelentős részben munkanélküliek. Ráadásul Anglia, miután megkísérelte Attlee vezetésével összetákolni ismét a brit birodalmat, arra jött rá, hogy belső gazdasági válság miatt pénztőkét képtelen már kivinni az országból, ami viszont kellett a nemzetközi befolyáshoz. A számos vonatkozásban nem valami képzett angol munkáspárti vezető politikus, a külügyén Ernst Bevin még kérkedett is
Anglia bezzeg sosem lesz 49. amerikai állam, sem pedig 17. szovjet tagköztársaság. Nem is lett, ez igaz, de hát ez oly nagy eredmény. Egy idő után Anglia kezdi átadni fontos nemzetközi pozícióit. Lemond, mégpedig Washington javára, Görögországban és Törökországban betöltött olyan oltalmazói szerepéről. A nemzetközi sajtó felfigyelt arra, hogy 1947. februárjától Anglia jószerivel kivonul Palesztinából, ahol, említettem volt már, folyik egy nagyon véres háború az arabok és a zsidók között. Anglia az arabokat támogatja, Anglia az arabok oldalán áll, Glab pasa, a arab légió vezetője, magasrangú angol tiszt, és hát mégis kivonul onnan, nem bírja már ezt a küzdelmet sem. A másik fontos angol bejelentés, alig egy év múlva Anglia Indiából is visszavonul, kivonul, immár végleg. És még egy fontos dátum, amely igen nagy fontossággal bírt a Truman doktrína megalkotása szempontjából nézve, 1947. február 21-e. Az angol kincstár leállítja régi szövetségese Törökország anyagi támogatását. Végül pedig, és ez ugyancsak nagyon fontos a Truman doktrína szempontjából nézve, a Downing Street 10 eljuttatja az üzenetét a washingtoni fehérházba, a polgárháború sújtotta Görögországból, szakaszosan kivonul a görög királyi hatalom, nagyon fontos támasztéka a válogatott 40 ezer angol expedíciós hadsereg. Gondoljunk csak arra, a keletkezett űr betöltését London, ha nem is boldogan, önként is dalolva, de felajánlja Washingtonnak. Ez volt tehát a Truman doktrína létrejöttének egyik igen fontos, közvetlen előzménye, szinte a legfontosabb. És a másik előzmény, sokban az amerikai elitnek szinte az utolsó pillanatban sikerült rájönni arra, hogy a eredeti Roosevelt terv minél gyorsabban kivonulni Európából csupán hátrányt jelenthet a háború alatt katonailag és gazdaságilag mérhetetlenül megerősödött Egyesült Államok számára, ami a jövőt illeti, hogyan tovább. És meg is volt ehhez a döntőérv, Bill Clayton, amerikai külügyi helyettes államtitkár szó szerint közli Truman elnökkel 1947. márciusában, miután körbeutazza az egész legyengült Nyugat-Európát, idézem őt, az európai városokban milliók pusztulnak lassú halállal, amennyiben az Egyesült Államok gyorsan és hathatósan nem segít nekik, az öreg kontinens katasztrófára van kárhoztatva. Katasztrófa alatt a sokban héja Clayton a baloldali befolyást értette elsősorban. Nos, ebben rengeteg volt azért az igazság, Nyugat-Európa egy része is tényleg közel áll ahhoz, hogy visszatérjenek a weimari idők, hogy visszajöjjön a gazdasági világválságra emlékeztető erózió, hogy végbe menjen egy úgynevezett ilyen Langevin híres francia fizikus által felfedezett Brown mozgás. Megkezdődjön a totális szétesés a kontinens egészén, hát főleg a nyugati részén, mert Kelet-Európát a Szovjetunió így magukban tartja, és hát nem engedné, tényleg nem engedné sehová, nem engedné elindulni nyugat irányába. Most azzal a különbséggel, a weimari időszakra gondolok, a gazdasági világválság éveire gondolok, hogy 1947 elején két társadalmi rendszer és azt megjelenítő két nagyhatalom áll kőkeményen egymással szemben, megismétlődik az ókor nagy küzdelme a földközi
tenger két nagy hatalma között, akkor Kartagónak és Rómának hívtuk ezt a két nagy hatalmat, most pedig ez az Egyesült Államok és a Szovjetunióban volt. Echesonnak, a helyettes külügyérnek, aki ennek az egész Truman doktrinához elvezető, Amerika térjen vissza Európába, és vegye kézbe a dolgok irányítása folyamatnak az ilyen ideológusa volt, politikailag héja, szemben áll a Szovjetunióba. No, de vannak olyan tudósok, akik azt állítják, hogy a 30-as évek vége felé ő a szovjeteknek kémkedett, vagy szovjet befolyási ügynök volt, de hát ezt 100%-osan nem állíthatjuk, de nagyon valószínű. Nos, Echeson figyelmeztette Harry Truman elnököt, ha nem veszi át Amerika a Balkánon is, részint a Közel-Keleten az irányító szerepét, a padlóra került Anglia helyett, megkerülhetetlenné válik Amerika összeomlása vagy meghátrálása egy idő után. És az 1946-os választásokon nagyon megerősödött republikánusok, ők nem győztek, mint munkáspártiak Angliában, de nagyon megerősödtek, ők ellenőrzik hát az egész kongresszust, és hát ők tartanak attól, hogy ha Amerika nem vonul ki Európába, akkor ez számukra nagyon rossz, ők általában Monroe elv hívei, megmaradni a Latin-Amerika és az Észak-Amerikai mondjuk kontinenseken belül. Európa ez egy távoli terület a számukra, és attól tartott Truman, hogy hát összeakasztja velük a bajszát. Nem tud velük majd boldogulni. A déli ültetvényesek ellenállása, mondja róluk eleinte Truman, és a végén mégis sikerült, nem utolsó sorban például Marshall külügyér, nem utolsó sorban a már említett Echeson segítségével elérni azt, hogy megnyerje ezeket a szenátorokat, megnyerni ezeket a képviselőket, és az ő segítségükkel visszatérjen az Egyesült Államok Európába, és beavatkozzon az ókontinens dolgaiba. Olyan déli ültetvényesek, olyan déli képviselők is elkezdik támogatni a kommunista veszélytől tartva Trumant, gazdasági érvek hatására többek között, akiknek fogalmuk se volt, hogy hol van Görögország, és hát milyen államok tartoznak egyáltalán, vagy milyen területek a Közel-Kelethez. Korábban maga Truman sem volt a gazdasági hát expanzió híve szenátorként, pláne a második világháború kitörése előtt, de amikor 1946-47-ben nagyon okos tanácsadói is voltak, meg irányít egy országot, ő rájön arra, ebből a legnagyobb baj származhat, hogy visszatérni a belterjesség politikájához. Ráadásul 1944-ben Bretton Woodsban már eldőlt, hogy az Egyesült Államok a világ gazdaság politikájának a zászlós hajója marad is lesz. A Truman korszakra visszapillantva, most hirtelen, és nem is olyan hirtelen, mert elővettem ezeket a oral history felvételeimet, eszembe jut, mit hallottam ennek az időszaknak a szemtanúitól, vagy pedig olyan kutatóktól, amikor Moszkvában jártak, akik közvetlenül foglalkoztak annak idején ezzel a korszakkal. Truman úgy beszélt, mint egy kisvárosi vidéki könyvelő Fokhegyről említette nekem az amerikai elnök híres beszédét, Alexander Feklisov, ezredes, Oroszország hőse, hát jó szerivel a Szovjetunió hőse, aki a II. Világháború éveiben az Egyesült Államokban dolgozott, szovjet diplomata fedésben, ő volt valójában a Rosenberg házaspár és más szovjet mesterkémek felső kapcsolata. Egy másik véleményt is följegyeztem,
most az előadásra készülve, egy akkurátus embernek, aféle jelentéktelen kereskedőnek tűnt Moszkvából nézve Truman, nem túl műveltnek, könnyen manipulálhatónak, legalábbis édesapám, Anasztasz Mikoján, és kollégája a Kremlben, Josif Sztálinnal az élén így vélekedtek róla. Hát hatalmasan tévedtek ezek a szerencsétlenek, ezt mondta nekem szó szerint videokamera előtt Szergó Mikoján, aki élete végén Amerikában élt, és dolgozott, és jeles történész volt, és nagyon szorgosan kutatta a Truman nevével fémjelzett új politikai kurzust, a Truman doktrina éveit. Moszkva és budapesti beszélgetéseink során Mikojántól azt is hallottam, mármint Szergó Mikojántól, nem volt megveszekedetten gonosz politikus Truman, ám a túlzásba torkolt McCarthy jelenséget sokban őneki köszönhetjük, ez vitathatatlan. Fiatal korában Harry Truman katonai pályáról álmodott. Nem volt egy tipikus katona, mint George Marshall, vagy Dwight Eisenhower, két másik jeles amerikai politikus, de azért mindegy ilyen betegeskedő, vézna, nem túl erős fizikumű gyerek, a katonasság, ez egy jelkép volt a számára. Mivel nem vették fel a West Point-ra, a tisztképzőre, akkor legalább jelentkezett a militarizált életvilághoz tartozó amerikai nemzeti gárdában. Amikor Amerika 1917 áprilisában hadat üzent a császári Németországnak, Truman annyira fegyvert akart ragadni, hogy átolt szedték, bemagolta a szemvizsgálathoz szükséges táblázatot. Így sikerült átjutni a vizsgán, és hamarosan Európa találja magát, az oda küldött expedíciós hadseregben is egy tüzérségi ütegnek lett a parancsnoka. A harcok során egyszer pergőtűzzel kellett a Truman irányította ütegnek támogatni a gyalogságot, és ezt a támadást, elindító ezredest úgy hívták, hogy George Marshall. Alig 30 esztendővel később, 1947. március 12-én ez a szerepkör némileg megfordult. Az amerikai külpolitika irányítója Marshall szabályosan felkészítette Trumant jó párszor, beszédét megelőzően, mire tegye a hangsúlyt, miként artikuláljon és hol tartson beszéd közben szünetet. Beszéd megírásában pedig Acheson segítette Truman. Az amerikai befelé fordulásnak lényegében az egykori Monroe elvtől, vagy a Roosevelti politikától való eltávolodásnak eklatáns példája ez a beszéd. Hadd mondjam ki őszintén, engem nem lep meg annyi év múlva, hogy sokan azt mondták, hogy ez egy szürke, középszerű beszéd. De ez csak az érem egyik oldala. Az érem másik oldala, ez a beszéd történelmi léptékű és történelmi értékű. Egy évvel korábban Winston Churchill, és erről egy külön előadásban számoltuk be, Fultonban egy hasonló beszédben, nagyobb fajsúlyú beszédben, sokkal szofisztikáltabb beszédben hadat üzent Josif Sztálinnak. És eléggé elmondta részletesen, mi a vasfüggöny, mire készül a Szovjetunió, mik az ellenjavallatok, az ellenlépések. Truman is kőkemény volt ebben a beszédben, főleg a vége felé, és tulajdonképpen egy új elvvel hozakodott elő, a containment, vagyis a feltartóztatás tervvel. Churchill valóságos hadüzenetet intézett Sztálinnak Fultonban. Truman óvatosabban fogalmazott, de lényegre törően, célra törően. Ezt a beszédet úgy komponálta meg, hogy Sztálin is értse a Kremlben, hogy a szovjet terjeszkedéssel szemben nagyon komoly új erő vonul be Európába, az amerikai haderő, ezt körülírta Truman, és az amerikai tőke, ezt nyíltan nevesítette Truman, visszatér most Európában, és a
rendkívül veszélyes helyzetben lévő Törökország és Görögország, netán Irán, netán Közel-Kelet. Ettől kezdve számíthat az Egyesült Államok oltalmazására, segítségére. Na most beszédében Truman bejelenti, Anglia külső bajai miatt kivonul ebből a térségből. Ez nagyon fontos bejelentés volt. Végre pontot tett mindenki az íre, a londoni politikai elit és a washingtoni politikai elit. Az amerikai elnök letette a kártyait, és a görög kormány, amely gyors segítséget kért Washingtonból, meggyőződhetett e beszéd nyomán, hogy meg fogja kapni ezt a segítséget. Truman persze bíráló éllel, ez is egy elég fontos és érdekes dolog, valahogy meg kellett nyugtatni a Roosevelt-féle liberális kört, hozzátette, hogy az uralmon lévő görög vezetés korán sem tökéletes emberekből áll. Ez egy komoly bírálat volt, hogy tökéletlen emberek, és össze-vissza politikai lépéseket tesznek kormányzások alatt, és képtelenek visszaszorítani a kommunista felkelőket, akik a görög hegyeket birtokolják, vagyis az ország jelentős részét. Ám rögtön, mintha visszavonulót folyt volna Truman ezt követően, amikor kimondta, hogy nincsenek ideális kormányok. A demokrácia lényege, folytatta, a demokratikus folyamatok jók arra, hogy kijavíthatóak. És a hivatalos Athén az amerikai elnök szerint, itt is érdemes szó szerint idézni a szavait, az extrémizmus és a káosz légkörében mégiscsak hát helyt áll a vártán. És még tovább is ment ennél Truman, Törökországra ugyancsak hatalmas külső nyomás nehezedik, komoly anyagi támogatás szükséges, ráadásul, hogy Ankara elinduljon a modernizáció felé. Hát azóta, a 21. század elején is hányszor halljuk ezt a modernizáció kifejezést. Ezzel a kifejezéssel sok mindent el lehet takarni, takarózni is lehet. Amennyiben Görögországban átveszi a hatalmat a felfegyverzett kisebbség, itt persze túl-Truman, ez nem annyira kisebbség volt, de tény, hogy így nyilatkozott Truman, hogy amennyiben Görögországban célzott arra a kommunisták győznek, akkor az ország jelentős területén kívül a főváros Athén is a kezükbe kerül, és akkor az európai civilizált világ a dominó effektus eredményeként a legnagyobb bajba kerül, a rendetlenség, ezt a kifejezést használta Truman, és az anarchia uralkodni fog az egész kontinensen, és az egész Közel-Kelet is válságba kerül, szóval itt a legnagyobb baj, és még időben kell lépni. És utána konkrét ígéretek következtek, a két ország, Törökország és Görögország azonnali gyors segélyt kap, 400 milliós gyors segély, ez bizony több volt, mint a magyarországi jóvátétel, de nem sokkal volt több. A beszéd eredeti szövege Donald McLean, szovjet mesterkém, aki angol diplomata volt akkor éppen Washingtonban, eljutott Moszkvába, és ott valóságos pánikot okozott. Az eredeti szöveg alatt úgy értem, hogy volt egy eredeti váz, sokkal részletesebb kibontás, és az valamilyen módon, alig ha nem hivatalos csatornákon, hát vagy pedig szóbeli információ formában eljutott az angol követségre. A nagyrészt Szovjetunióval szembeni feltartóztatás teóriához és egyben a felvállalt gyakorlathoz tartoztak továbbá a Truman doktrína alapvetésének alábbi részei. A Truman beszéd igen fontos része, hogy a világ számos országát nemrég, hát vagyis a 40-es években, 40-es évek közepén, miután a Szovjetunió bevonult a Balkánra és Kelet-Európába, kényszerítették akaratuk ellenére, hogy totalitárius rendszerben éljenek. Az Egyesült Államok kormánya gyakran tiltakozott,
és ez a kényszerítés mégis folytatódott. Truman megemlíti Lengyelországot, Romániát és Bulgáriát, és arra utal, vannak még más országok és más területek. Hát ő persze Magyarországra is gondolt, de nem mondta ki Magyarország nevét, holott már jól informálják és pontosan informálják őt, amerikai diplomaták és hírszerzők Budapestről, hogy folyik a kisgazda politikusra gyakorolt nagyfokú nyomás, az úgynevezett köztársaság ellenes hát összeesküvék pere, de tény az, hogy Truman kiállt több kelet-európai ország mellett. És a Truman beszéd vége az pedig emelkedett hangú befejezés. Van egy csattanó is, hogy a világ szabad népei kéréssel fordulnak hozzánk, így Truman, támogassuk a szabadságukat. Amennyiben kételyek merülnek fel, a vezető szerepünkkel kapcsolatban, és Truman, aki nem túl hangosan beszélt, és eléggé reket volt már a vége felé, meg is emeli a hangját, kimondja azt, hogy veszélybe sodorhatjuk a saját szerepünket a nagyvilágban, és természetesen, és hát pénzről szól minden Amerikában, és természetesen veszélybe kerülhet tulajdon népünk jóléte. Ez egy nagyon fontos mondat volt a beszéd szempontjából nézve. Az utóbbi események tehát nagy felelősséggel ruháztak fel minket. Truman ezt tényleg emelkedett hanggal közölte a hallgatóságával, a képviselőkkel, és hát mivel a beszédet közvetíti a rádió, tehát az egész amerikai nemzethez, az amerikai néphez. A kongresszusi hallgatóság hatalmas tapssal jutalmazta Harry Truman elnök szavait. Még a déli ültetvényesek, akikről Acheson azt mondta Trumannak, meggyőzhetőek, ha utalunk a kommunista veszélyre, és így is történt, még a déli ültetvényesek is megszavazták végül is a későbbiek során minden egyes alkalommal a Truman doktrinával kapcsolatos részleteket. Még Roosevelt híveinek egy része is akkor még úgy vélekedett, hogy ez a Truman doktrina meglehetősen haszonelvű, hogy Görögországért, Törökországért és a szerencsétlen Kelet-Európáért és a Balkánért erőteljesen ki kell állni. Közel egy hónappal a jól időzített és előkészített Truman beszéd után George Marshall tábornok, ezúttal civil ruhába és nem katonai uniformisába, ő pedig szerette viselni az uniformist, odahaza is, a State Department legjobb tanácsadóival együtt elindul repülőgépen Európába. Az úti cél, a legfőbb úti cél Moszkva, a győztes hatalmak, a négy győztes nagyhatalom külügyminisztereinek az értekezlete. Marshall tervei szerint fontos beszélgetés következik Stalinnal. Már nem hitte azt, hogy meg lehet győzni a szovjet diktátort, de mégis reménykedett, mert rendkívül jó viszonyban voltak korábban, mégis reménykedett, hogy azért, ha ő kipakol Stalinnak, és kellően diplomatikusan viselkedik emellett, hát ha enged valamennyire Stalin, de minden esetre átbeszéli vele, hogy milyen súlyos ellentétek választják szembe a két győztes nagyhatalmat, a világ két legerősebb államát, az Egyesült Államokat és a Szovjetuniót. Erről is, a Marshall terv lényegéről és a további összecsapások kezdetéről szól majd a következő adásunk.